Reggeli Monitor. Megérkeztek a legfrissebb PISA felmérés eredményei, ez alapján egyébként eléggé lehangoló a kép, hiszen az OECD országaiban azt láthatjuk, hogy mindenhol romlott gyakorlatilag a diákok teljesítménye. Most viszont elsősorban főképp inkább a magyar diákok teljesítményéről fogunk beszélgetni, de mindenek előtt nézzük meg, hogy mit is takar igazából egy PISA felmérés, mert úgy szoktunk erre a felmérésre hivatkozni, mint amely tényleg egy nagyon releváns látleletet, látképet ad a magyar diákok teljesítményéről. Ön szerint ez mennyire tekinthető a legmérvadóbb felmérésnek, oktatási felmérésnek, ami létezik? A PISA mérés a 15 éves tanulók körében vizsgálja azok szövegét és matematikai és természettudomány képességeit. Azt vizsgálja az a kimondott célja a mérésnek, hogy a tanulók alkalmazott tudását tudja megmérni. Tehát azt, hogy az iskolában és életben megszerzett tudásukat mindennapi szituációban hogyan tudják hasznosítani gyakorlati problémák megoldásakor. Itt a mérés során egy mindennapi élethez köthető szituációban kell elemezniük, ebbenniük, vagy hatékonyan kommunikálniuk. Az oktatási hivatal honlapján elérhető a mérésben szerepelt több feladat is, példafeladatként itt például az autóvásárlása, vagy a költöztető teherautónak a rakterének a méretére vonatkozó kérdéssel is találkozunk. Tehát akkor próbál nagyon gyakorlatias lenni ez a teszt? Vagy gyakorlati példákon keresztül bemutatni a feladatokat? Így van. Ugye ennek a mérésnek a létrehozója az OECD. Ez egy gazdasági szervezet, és azt szeretném megtudni, hogy milyen képességgel fognak rendelkezni azok a tanulók, akik kijönnek a közoktatásból. Tehát miket tudnak majd, hogyan tudnak majd ők a munkaerőpiacon teljesíteni. És akkor 15 éves diákok körében végzik el ezt a felmérést 4 évente, vagy 3 évente? Hogyan működik pontosan? A mérést eddig 3 évente valósították meg 2000-től kezdődően. Most a 2022-es mérés ebből szempontból különleges volt, ugyanis a Covid a járvány hatása miatt egy évvel az elhalasztása mellett döntöttek, és ezért valósult meg 22-ben 21 helyett. A tanárok egyébként mennyire készítik fel külön a diákokat erre a mérésre, mennyire tartják úgy a pedagógusok is, hogy ez egy nagyon fontos eredmény, amelyet azért kell jól megírni, mert gyakorlatilag az országunk oktatási rendszeréről is a nemzetközi sajtóban is ad egy képet magunkról. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan mérés, amire nem lehet külön készülni. A mérésben olyan feladatok jelennek meg, amelyek nem egy-egy tananyaghoz köthetőek, hanem a tanulók alkalmazott tudását vizsgálják, így nem lehet a szószoros értelmével felkészíteni a tanulókat. Beszéljünk a magyar diákok teljesítményéről. Itt is a sajtóban nagyon sok mindent lehetett olvasni. Például, hogy természettudományos tárgyakból jobb lett a magyar diákok teljesítménye 2018-hoz képest, de azt is meg kell jegyeznünk, hogy matematikából viszont még soha nem értek el ilyen alacsony pontszámot a magyar diákok. Ön meg az oktatási hivatal hogyan értékeli a hazai diákok teljesítményét? Érdemes mérés területenként vizsgálni ezt a kérdést. Természettudományból valóban a magyar diákok 2022-ben 486 képességpontos átlagot értek el, ami magasabb, mint az előző 2018-ban elért 481 pontos átlag. Ami talán érdekesebb és statisztikai szempontból fontosabb, hogy a 2022-es eredmény az a 2015-ös eredménynél statisztikailag magasabb. Tehát ott egy eltérést tudunk megállapítani az adatokból, míg a 2018 és 2022 között egy kismértékű eltérést látunk csak, ami statisztikailag nem jelentős. Hasonlóan szövegértésben is, ott a 2022-es eredmény az 473 képességpont lett, a 2018-as pedig 476 képességpont. A kettő eredmény az nagyon hasonló, statisztikailag nincsen nagyon különbség a kettő között, nem tekintjük statisztikailag eltérőnek a két eredményt, ami szintén igaz a 2015-ös mérése is. Ha a matematika területét vizsgáljuk, ott a 473 pontos átlag, ez egy kismértékben alacsonyabb, mint a 2018-ban elért 481 pontos matematika átlag, és hasonló szinten van, mint a 2012-es vagy a 2015-ös. Ezek az eredmények az elmúlt 10 évben nem nagyon változtak rendszerűen. Egy pici emelkedést látunk természettudományból, és matematikából ezt az ingadozást látjuk 2012-től tekintve. Kicsit hasonlítsuk össze magunkat a többi országgal. Egyébként kivezeti a PISA listát, mely ország diákjai szokták a legjobb eredményt elérni, vagy értékel a legjobb eredményt 2022-ben? Nemzetközileg a szingapúri diákok érték el mindhárom mérési területen a legjobb eredményt, szignifikánsan magasabb eredményt érve, mint a többi résztvevő ország.
Magyarország mindhárom mérési területen az OECD átlagnak megfelelően teljesített, tehát ugyanazon a szinten teljesítettünk, mint az OECD átlagok, és egyébként hasonló eredményt értünk el. Ez azt jelenti, hogy statisztikai megegyezik az eredményünk Belgium, Portugália, Norvégia, Horvátország, Spanyolország és Franciaország eredményével szövegértés területén, természettudomány területén pedig hasonló a Hollandiához, Franciaországhoz, Spanyolországhoz vagy Portugáliához. Matematikából Spanyolország, Franciaország, Németország, Portugália vagy Olaszország eredménye statisztikailag megegyezik a magyar eredménnyel. Említett pár olyan országot, amelyeket, ahogy egyébként az oktatási hivatal elnöke is fogalmazott, Brassói Sándor, amelyeket úgynevezett mintaállamoknak tartunk oktatási szempontból, Izland, Norvégia, Hollandia, Finnország, azonban még az ő esetükben is láthattuk, hogy volt egyfajta visszaesés, és szerintem ez nagyon-nagyon sok országra azért elmondható. Ebből fakadóan felmerült bennem a kérdés, hogy egyértelműen kijelenthető, hogy nagyon rossz hatással volt a diákokra, az ő fejlődésükre az elmúlt években sajnos több ízben megszokott online oktatás, hogy otthonról kellett táv munkában gyakorlatilag elsajátítani a tanulmányaikhoz szükséges információkat? A koronavírus járványhoz köthetően már az eredmények megjelenése előtt is az eredmények romlását vártuk, vagy várták nemzetközi szinten is, ugyanis ez a járvány a megszokottal eltérő munkarendre kényszerítette az oktatási rendszereket, meg kellett változtatni a megszokott működésüket, megszokott rutinjaikat. Ha megvizsgáljuk az OECD átlagot, azt látjuk, hogy matematikában és szövegértésben nagyon nagy mértékű romlást figyelhetünk meg. Ez a nagyon nagy mértékű romlás, ez 16 képességpont matematikában és 11 pont szövegértésben, amit azért tekinthetünk nagy mértékű romlásnak, mert az elmúlt 20 évben, az elmúlt 8 mérési ciklusban 4-5 ponttal nem változott többet a nagy nemzetközi átlagnak a változása. Hozzá kell tenni azt is, hogy természettudomány területén nem figyelhető meg ilyen trendszerű változás, de úgy féljük, hogy ez egyértelműen a járványhoz köthető a teljesítményromlás. Ön szerint hol kellene, vagy hogyan lehetne leginkább fejlődni még, és akár ezen a PISA listán is előrébb arra szolgatni, mik lehetnek a kitörési, a további javítási lehetőségek? Több elindult fejlesztést látunk, amik várhatóan segítik a tanulók digitális oktatásban való tájékozódását. Gondolok például az intézmények digitális ellátottságának javítására, illetve az elindult digitális eszközök fejlesztése is segítséget jelenthet abban, hogy a tanulók egyre magabiztosabban mozogjanak a digitális térben, és egyre magabiztosabban tudjanak megoldani feladatokat a digitális térben. Ez a jártasság segíthet abban, hogy a tanulók eredménye is növekedhetnek. Reggeli Monitor.